Ha nem egyszer sziszifuszi munkát végzünk, ez a viszonyokban rejlik. Hogy szenvednünk kell olyanért, amiben semmi részünk nincs, és nem is lehet, talán ez is a még ki nem forrott állapotok következménye. Sorsunk az Úristen kezében van. Önfegyelemmel, béketűréssel és kitartással vállaljuk a ránk háruló küzdelmeket. Azért vállaljuk így, mert nekünk épp úgy, mint minden európai magyarnak, nem csak magyar nemzeti, de európai hivatásunk is van. Ennek tudata segít át a rosszindulatú emberi mesterkedések akadályain, és erősít meg abban az örök hitünkben, hogy mindenkor megálljuk helyünket ott, ahová az Úristen akarata helyezett. Hősnek nem vállalkozunk, hőssé válhatunk a körülmények kényszerítő hatására adott válaszunk során. Párhuzamot vélek felfedezni a két felvidéki hős, mártír életútjában. A szabadságharc hadvezérének, Görgei Artúrnak a fegyverletételt követő szavai, mintha előre jeleznék a rehabilitáció lehetőségét, jelen esetünkben a boldogávatást. Az igaz ügy örökre veszve nem marad. Ősi a felvidékről elszármazott nemesi családtagjaként személyesen és mélységesen azonosulok Eszterházy János szenvedéseivel, a keresztény értékekhez való hűségével, hűségével a szülőföldjéhez, népéhez, nemzetéhez. Utolsó üzenete a népéhez az volt, hogy maradjatok hűségesek két kincsetekhez, Krisztusba vetett hitetekhez és a magyar nemzeti önazonosságotokhoz, mert azok fognak megtartani benneteket a jövőben. Vészterhes idők, a gonoszok uralma ismétlődik a történelem során. A mártíromság, a bűnbakká válás a mi életünkben is megvalósulhat. Máté evangéliuma 10.28-ban Jézus szavai irányt mutatnak. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni. Inkább óvakodjatok attól, akik mind a lelket, mind a testet el tudják pusztítani. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. A Jelenések könyve, 2. versének 10. fejezetében.